Mennyit? Egyet? Itt állsz? Igen, akkor most... Hú, kérdezek tőled. Na. Most légy okos. Csillag, akkor kérdést kell föltenni, és nyerhetnek vele jutalomlépést, meg szaloncukrot. Melyik csillag, ez se könnyű kérdés, melyik csillag körül látszik elfordulni éjszaka az égból? Micsoda? Van egy nevezetes csillag, külön nevünk van rá. Egyébként illik tudni. Hogy hívják azt a csillagot, amelyik körül látszólag az égból elfordul? Van egy csillag, amelyik alig mozdul el. Te dobtál? Ja, igen. Sarcsillag, ugye poláris, ugye poláris csillag. Oké. Nekem ott már tudom. Megvehetsz egy szaloncukrot. És akkor beutazzuk a naprendszer, és vissza kell érni a földre. És aki majd először beér, az még külön nyereményt kap. Yes! És az ő nyeremény egyelőre megvettek is. És az is, aki utoljára. A szilveszteri szakkörön pedig pókerezni fogunk, de ez nem annyira kérdés. Mi a következő? Én nem tudom. Gilla, nem te dobsz? És nem maradsz kivérteni? Ja, nem, mert kettőt. Én is voltam. Három. Három. Viszont neked van csillagod. Egyszer kimaradsz a van. De várj, de hogyha ad egy csillagot, akkor egyen tovább léphetsz. Viszont és az meg csillagod. Kilépzel, és még egy vissza is szerezheted a csillagot, hogyha ügyes vagy. Na, ez egy nagyon érdekes kérdés. Gondolom, ezzel már sokat töprengtél filozófikus alapon is. Így 6 évesen. Vajon van közepe a világegyetemnek? Van egy közepe a világegyetemnek? Azt mondja, van. Nincsen közepe. Most egyetem! Nem ő könnyűt kap. Na, Lilla, meg tudod mondani, hogy miért nem szabad távcsővel a napba nézni? Nem. Azért, mert leégheti a szemünket. Igen, ügyes vagy. Ezért, úgyhogy kapsz egy csillagot, és vehetsz egy szaloncukrot is. Van két, van fel, csak nekorom a házat. Csütöm. És akkor... Adok kettő darab csillagot, és megkaphatom a szaloncukrot. Hat. Mindenki vissza. Sziasztok. Hát, nagyon jó. Csillag. Kérdés. Jó, csillag de nem, Balázs. Ne, mondtam, hogy aki nem lép, az nem nyúl be a táblára. Csak az nyúlhat be a táblára, aki épp lép. És kérdést kap. A hold a föld körül kering. De közben a hold mindig ugyanazt a felét mutatja a föld belé. Hogyan hívjuk az ilyen keringést? Amikor mindig ugyanazt a felét fordítja, mondok két lehetséges megoldást is. Kötött keringésnek, vagy elliptikus keringésnek? Mikor mindig ugyanazt. Igen, a kötött keringést hívják úgy, hogy mindig ugyanazt az oldalát. Én pedig bosszú, hogy a négyes. Jó! Te pedig ott a legyenek, egy-kéti járul négy. Egyszer kimaradsz. Most nem olvasi mellett rá. Nincs csillagod? Nagy, vörös, de. Ha beváltod a csillagot, akkor nem kell ott maradnod, hanem egyel tovább léphetsz, és akkor... Következő. Ez egy püstökös. Jó, nehezed. De még mindig ott vagytok. Igaz-e, hogy az emberi szem nem érzékeli sem az infravörös, sem az ultraigolya sugárzást? Most van. Tehát igaz-e, hogy az emberi szem nem érzékeli az infravörös, az ultraigolya sugárzást? Igen. Én érzékelem. Akkor te UFO vagy. Nem. Nem én. Kapsz csillagot, tessék. Nem én vagyok. Nem vagyok. Nem vagyok. Nem vagyok.